Második alkalommal rendezték meg Iharosban a Fehér Barátok emlékezete elnevezésű ünnepséget. A szombat délután tartott eseményt koncelebrált szentmisével nyitották meg. Iharos községhez a pálos rend kapcsolódik, valaha ők voltak itt a környéken, ezért a Iharos község a pálos rendi községek közé tartozik, és a templomi ünnepi mise erről szólt, illetve arról, hogy a községben működik a Szent László lovagrend, amelyet fennállásának 18. évfordulóját ünnepelte. A pálos rend férfiak szerzetes rendje, Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította 1250-ben. Az itteniek, a helybeliek is fontosnak tartják a múltjuknak ezt a részét, hogy a pálosok kapcsolódnak, és mi pálosok is. És hát így egymásra találtunk Iharossal, polgármester úr kapcsán, így hát ilyen módon kapcsolódunk ehhez a településhez, és ezért már többedik alkalom, hogy ide ellátogatok, vagy ellátogat egy pálos szerzetes. Az ünnepség célja a hagyományteremtés és a korábbi kapcsolatok felelevenítése volt. Hogy megerősítsük a rendel az újkori kapcsolatot, illetve létrehozunk egy újkori kapcsolatot, így 2013. július elején egy írásos megállapodást is kötött az önkormányzatunk, azt követően, hogy hát 2009-től vagyunk újra kapcsolatban a pálosokkal, akkor még az általam vezetett civil szervezet, a Szent László Király Lovagrend kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, majd 2013 már az önkormányzat kötött írásos megállapodást a rendel, egy keretmegállapodást, általános együttműködési megállapodást, amit akár társadalmi együttműködés, akár pályázati együttműködés mindenféle esetben fel tudunk használni. A szentmise után megszentelték a felújított Gyöngyösi Gergely kiállítóház és helytörténeti gyűjtemény épületét. Jövőre szintén fontos esemény helyszíne lesz Iharos, akkor a pálos települések országos találkozójának ad otthont a község.